apa telefonál. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy gyakran ismételt kérdések videó lesz. Volt már pár kérdezfelelek videó a csatornán, idén is volt 3 gigantikusan hosszú, de vannak bizonyos kérdések, amik mindig felbukkantak azoknál is, meg úgy általában is mindig felbukkannak más videóknál, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezeket most így kb. Összeszedegettem, és akkor most itt lesz egy videóban az egész, és nem kell az összes kérdezfeleleket, meg más videókat átnyálazni a válaszokért, hanem itt lesz ebben. Bár gyanítom, ezután úgyis még meg lesznek kérdezve párszor, de mindegy. Akkor majd csak így linkelem ezt a videót. Az első kérdés, ami mindig felmerül, hogy hány éves vagyok. Hát most, hogy általánosban tartsuk ezt, általánosítsuk ezt a videót, 2000-ben születtem, vagyis nagyon könnyen ki lehet következtetni, hogy hány éves vagyok, meg kell nézni az évszám utolsó 2 számjegyét, és annyi, most leszek 20 novemberben. Második gyakori kérdés, hova jártam egyetemre, és milyen szakon? Jelenleg járok egyetemre. Nem biztos, hogy pontosan itt szoktak lenni a kérdések, de az a lényeg, hogy egyetemista vagyok, informatikus, könyvtáros szakon jelenleg. Alapképzésen. Mivel ez egy könyves csatorna, ezért nyilvánvalóan az egyik sokat föltett kérdés az az, hogy melyik volt az a könyv, ami engem könyvmóllyá tett. Na most, ez a könyv nem más volt, mint Rick Riordantól, és tudom, hogy Riordan egyébként, de Rick Riordanként szoktam meg, és most már nem állok át másra. Rick Riordantól a Percy Jackson és az Olympusiak sorozat első része, a Villámtolvaj. Először a filmeket láttam, azok tetszettek, akkor még utána pedig elolvastam a könyvet, és rájöttem, hogy a könyv sokkal jobb, és hogy ez az olvasás dolog egyébként jó, úgyhogy ő volt a bűnös. Szoktam-e könyvtárba járni? Ezt is mindig megkérdezitek, és az a helyzet, hogy itthon nálunk a városban a könyvtár nem túl nagy, és nem igazán vannak olyan könyvek, amik engem érdekelnek, úgyhogy kicsinek az ilyen lovas könyveket bejárogattam. Most már nem járok majdnem egyáltalán az itthoni könyvtárba. Szegeden fogok könyvtárba járni nyilván egyetem miatt, mert hogy könyvtárszakos vagyok, szóval lesz ott gyakorlatom, de onnan is csak ilyen tankönyveket kölcsönöztem egyelőre. Pedig amúgy lennének bent más könyvek is. Nem tudom, tényleg igazából ennek az a legnagyobb oka, hogy nem járok úgy konkrétan könyvtárba, hogy egyrészt angolul jobban szoktam olvasni, meg olyan frissebb dolgokat talán. Mindegy, szóval így általánosságban nincsenek bent a könyvek, amiket én elolvasnék, szóval így nem járok be, de egyébként nincs problémám a könyvtári könyvek olvasásával. Az egyik kérdés, ami ez nem kérdezfelelekeknél szokott lenni, hanem csak úgy amúgy random, de hogy ezt csak azért nem értem, hogy abszolút nem én vagyok a megfelelő ember, hogy ezt megkérdezzétek, mert nem vagyok egyik kiadóval sem így munkaviszonyban, szóval fogalmam sincs, hogy egy könyvet le fognak-e fordítani magyarul, arról pedig végképp nincs könyvem, hogy mikor fogják lefordítani. Azt hiszem, a Percy Jacksonok kapcsán szokták nagyon sokszor megkérdezni, és nem tudom, nem is követek magyar megjelenéseket, tehát ezt így abszolút fogalmam sincs az ilyenekről, úgyhogy tök felesleges megkérdezni, mert nem fogok tudni rájuk válaszolni. Hogyha a másik pedig az, hogyha angol könyvet mutogatok, és a leírásba nem linkelem be a magyar molyos adatlapját, akkor felesleges megkérdezni, hogy van-e magyarul, mert akkor azt linkelném be, mint hogy molyon a magyar megjelenések fönt vannak, és mindig azokat linkelem be, attól függetlenül, hogy én ezt a könyvet magyarul vagy angolul olvastam, a magyar verziót szoktam linkelni, hogy magyarul találjátok meg. Szóval nem tudok ilyenekről semmit. A kedvenc kérdésem az az, hogy olvastam-e már Sarah J. Maas-tól vagy Leiner Laurától. A Leiner Laurás egyébként még nem is annyira sokszor szokott előfordulni,
de azért szokott, inkább a Sarah J. Maas, Cseresz Sarah J. Maas könyvek szoktak azok lenni, amik így a csapból is folynak, alapból is, és az összes videóm alatt valaki oda kommentálja, hogy el fogom elolvasni, mikor fogom elolvasni, olvastam-e már, vélemény, légy színe. Tényleg, tehát, hogy én tudom, hogy ez egy rettenet népszerű sorozat, az írónő is rettenet népszerű, de annyira hype-olva van az a könyv, és én amit abból a könyvből tudok, mert néztem róla értékeléseket, néztem róla videót, elolvastam a fülszöveget, utána néztem, de annyira hype-olva van, és annyira tudom, hogy olyan dolgok vannak benne, tudom, hogy olyan dolgok vannak benne, mert utána néztem, amiket én nem szeretek egy könyvben, hogy nem akarom még csak elolvasni se, mert nem érdekel, és nem akarok azzal foglalatoskodni, hogy ezek ráadásul ilyen masszív könyvek, tehát 6-800 oldal között mozognak, főleg a Tüskék és Rózsák udvara, és abszolút nem érdekel, és nem akarok 600 oldalnyi szenvedést azért, hogy én azt elolvassam, és utána megmondhassam, hogy nem tetszett. És nem azért, mert előítéletes akarok lenni a könyvvel szemben, vagy az írónővel szemben, csak szimplán tudom, hogy az amilyenek azok a könyvek, az lesz, amire én azt mondom, hogy nem tetszik. Úgyhogy mindenkinek megspórolom az időt, és az energiát, és nem olvasom el. Szóval ne nyomjátok, légy szíves az arcomba, mert nem érdekel. Egyáltalán nem érdekel. Ugyanez vonatkozik egyébként a Leiner Laura könyvekre is. Tudom, sokan szeretik, nem érdekel az a téma, amikről ő ír, és ami mostanában még följön, az az Eragon. Tudok róla, egyszer gondolkodtam is, hogy elolvasom, de utána olvastam, és úgy döntöttem az alapján, hogy nem érdekel, nem érdekel ennyi. Szóval lehet nekem könyvet ajánlani, csak még egy bizonyos ajánlási szám után, meg miután olyan könyvek, amikről tudom, hogy nem olyanok, hogy meg tudok róluk, és tudom, hogy nem tetszenének, és nagyon az arcomba tolják, akkor inkább csak az a reakció váltódik ki, hogy csak azért se. Mert ennyire akarják emberek, hogy elolvassam, és csak azért se. És amúgy is bennem van az, hogy általában amilyen hype-olt, és nagyon sokan szeretik, és mindenki isteníti dolog, akármire vonatkozóan, az nálam nem lesz hype-olt és istenített dolog. Tehát nekem ilyen volt az Éhezők viadala, a Végzeterek híjai sorozat, az Alkonyatból csak a filmeket láttam, és azok se tetszettek, és nem érdekelnek a könyvek sem. Vannak ilyenek, és senki nem jár jól azzal, hogyha csak azért elolvasom, mert mindenki ezt akarja, és utána így mondhassuk azt, hogy na, elolvastam, végigszenvedtem, nem tetszett, ezt így megkímélek mindenkit ettől, úgyhogy légy szíves, ne toljátok Sarah J. Maast az arcomba. Kérlek, tényleg kérlek, mert most már az a reakcióm váltódik ki, mikor meglátom a nevét csak kommentbe leírva, hogy már azonnal így elpöccintem, hogy nem is érdekel, mert nem akarom. Nem akarom. Ez volt egyébként a legfontosabb tisztázandó kérdés szerintem az összes közül. Szóval vannak ilyen könyvek, meg írók, akiket sokan szeretnek, de hogyha túl nagy a hype, akkor nem. De tényleg a Sarah J. Maas, attól már a falat tudom kaparni. De hogy vannak dolgok, amik így mindenki imád, vagy majdnem mindenki. Meg szerintem a Sarah J. Maas, így visszatérve még rá egy kicsit, ő tipikusan, neki tipikusan azok a könyvei vannak, amiket vagy imád az ember, vagy nem. És higgyétek el, hogy én ismerem magamat eléggé annyira, hogy tudjam, hogy én nem fogom imádni. Meg Üvegtrón van, meg a Tüskék és Rózsák udvara, meg most van valami újja, de mindegy. Csak nem. Az alap ötletek se tetszenek a sztoriknál, meg amúgy se, úgyhogy csak így hagy, én így békén hagyom egymást, és akkor mindenki tudja szabadon szeretni, és én meg nem kapok azért oltásokat a nyakamba, meg mit tudom én, szidásokat, hogy mert én meg mondjuk elolvasom, és megmondom, hogy hát nekem nem tetszett, mint ahogy megmondtam, hogy nem fog tetszeni. És akkor így mindenki éli tovább a kis életét. És nekem se kell olyan könyvet olvasnom, amit nem akarok. Szokott még ilyen kérdés lenni, hogy papírra szoktam-e írni, vagy
gépre, így a könyvírással kapcsolatban. Eredetileg papírra írtam, de azt rájöttem, hogy úgyis be kell gépelnem. Úgyhogy utána teljesen átmentem gépre, mert sokkal egyszerűbb és kényelmesebb, és ez az egyetlen oka, hogy gépre írok, de amúgy meg mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, szóval csak azért nem értem, hogy mert fontos az, hogy én hogy csinálom, mert mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné, olyan programban, amilyenben szeretné, úgyhogy ez rá van bízva mindenkire. Másik kérdés könyvkiadás kapcsán, hogy mennyibe került kiadni az én könyvemet, a Csikó, aki tűzben született sorozat részeit. Ezt azért felesleges megkérdezni, mert egyrészt úgyse fogom elmondani, mert ez szerintem az én dolgom, és nem ilyen másokra tartozik. Másrészt azért, mert hogyha valaki szeretne kiadni könyvet magánkiadásban, saját finanszírozásból, annak úgyis más lesz az ára, mert attól függ, nagyon sok tényezőtől függ az, hogy mibe fog kerülni a könyv a végén, kezdve az oldalszámtól és a példányszámtól. Az már alapból meghatározza. Szóval, hogyha ilyen sokat akarsz, tehát ilyen 100, 200, 300, mit tudom én, hány száz darabot, akkor ez már 100 000-es nagyság. De ennél többet nem fogok mondani, mert én úgy gondolom, hogy ez így... az nem irányadó, hogy az ennyi mennyibe került, mert el kell menni egy nyomdához, és az a nyomda, amilyen árajánlatot ad, azokra a paraméterekre, amilyenben te szeretnéd. Szintén könyves, saját könyves kérdés, hogy hol vásárolható meg a könyvem. Van egy e-mail cím a leírásban, a csacrendelés@gmail.com, ott lehet tőlünk, illetőleg Bookline-on, a Lira-nál és a Libri-nél is kaphatóak a könyvek, bár azt hiszem a negyedik rész az csak nálunk. Igen. Úgy emlékszem, esetleg még a Lira-nál. Oké, szoktam még ilyet kapni, hogy vállalok-e bétaolvasást per előreolvasást per, hogy valaki elküldi nekem a kis regényéből, vagy amit írogat, abból egy részletet, vagy valamennyit, vagy az egészet, és hogy elolvasnám-e. És én ezt abból az indokból kifolyólag szoktam visszautasítani, hogy nem tartom magam megfelelő személynek arra, hogy mások írományai fölött ítélkezzek ilyen stilisztikai szempontból, meg ilyenek. Ha olyan könyvet küldesz, vagy írsz esetleg, ami alapból nem az én stílusom, és olyan, amit alapból se olvasnék, akkor megint csak ott tartunk, hogy felesleges nekem elküldeni, másrészt nem én akarok véleményt formálni a te készülő könyvedről. És nem is akarom ezt a felelősséget se vállalni, és időm se nagyon van rá, igazából, mert olvasom azokat a könyveket, amiket kiadók küldenek, olvasom azokat a könyveket, amiket én szeretnék, gyártam a videókat, járok egyetemre, csinálok még mellette más dolgokat is, és én úgy gondolom, hogy akkor nem akarom csak azért azt mondani, hogy küld el, hogy utána végül nem reagálok rá semmit, meg nem tudom elolvasni, meg ilyenek. Szóval ebből az indokból kifolyólag én tényleg nem vállalok. Mert nem én akarok a megmondója lenni a tutinak, mert nem vagyok erre kiképezve. Oké. Szintén könyves kiadósos kérdés még, ami ilyen gyakrabban előfordul, bár nem teljesen értem, hogy miért. Mondjuk nyilván az, nem tudom tényleg. Ez a mennyi egy könyvnél az ideális oldalszám, az ideális karakterszám, az ideális, mit tudom én, milyen ilyen-olyan számok, és szerintem ilyen kikötés nincs. Főleg, hogy engem kérdeztek ezzel. Tehát ez egy olyan dolog, hogy van 100 oldalas könyv is, ami szuper jó és fantasztikus, és alig van benne szöveg, de imádom. Meg van 600 oldalas könyv is ugyanilyen paraméterekkel, úgyhogy tök mindegy. Szerintem az egyetlen kikötés az, hogy ne legyen csak azért hosszabb, mint kellene, hogy hosszú legyen. Hogy ne legyen így elnyújtva, mint a rétes tészta, és igazából nincs benne már annyi, vagy alapból sincs benne annyi, hogy az olyan hosszú legyen, de csak azért, hogy ilyen vaskos könyv legyen belőle, felesleges többet írni. De amúgy meg szerintem ez tökre nem ilyen elsődleges szempont, vagy erre nincs ilyen szabvány, hogy mennyinek kell lennie. Igen, azt hiszem, körülbelül ezek így a tényleg az abszolút leggyakrabban előforduló kérdések így videók alatt.
Jó, szóval ezek lettek volna a leggyakrabban gyakran ismételt kérdések, majd ha esetleg összejön egy második adag, akkor lesz egy második adag, de tényleg legközelebb, hogyha ezek közül bármelyik fölmerül kommentben, csak ezt a videót így belinkelem, hogy itt van, tessék, minden válasz, minden kérdésre választ találtok. És remélem senki, tehát a Sarah J. Maas-os dologgal nem akartam senkit megsérteni, meg a többivel sem, csak na, vannak ilyenek. Egy idő után az erőltetés az nem akarást fog nálam kiváltani. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!